A következő előadónk az Szabó M. Bence, aki a Háttér Társaság HIV AIDS programvezetője, és arról fog nekünk beszélni, hogy a HIV és a chemsex a stigmák tükrében hogyan néz ki az ő perspektívájából. Bence, átadom neked a szót. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok, és annak is nagyon örülök, hogy kitartotok még, lassan egy órás késésben vagyunk, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, aki még itt van velünk. Gyorsan megpróbálom megosztani a képernyőmet. Ha minden igaz, akkor ez talán sikerült is. És hát igen, ahogy Péter is említette, én a chemsex és a HIV stigmák tükrében történő átnézésével szeretnék kicsit foglalkozni. Úgy is mondhatnám, hogy ha már így végig mindenki itt a hagymát használta, mint egyfajta képet arra, hogy mi lehet a hogy lehet leírni, vagy hogy lehet vizualizálni azt, hogy milyen összetett probléma ez a dolog. Én most itt a hagyma belsejét próbálnám megvilágítani, tehát nagyon így az egyéni szinteket nézem, már csak annak is köszönhetően, hogy a háttértársaságnál több programot is működtetünk HIV-vel élők, és az ő családtagjaik, ismerőseik, barátaik számára, vagy olyan emberek számára, akik a HIV-vel kapcsolatban bármilyen kérdéssel fordulnak hozzánk. Évente több mint 500 telefonhívást kapunk ilyen témákban, ebben van chemsex-szel kapcsolatos hívás is, a személyes segítőnket több mint 40-en keresik meg évente, és hát a pozitív szemmel találkozóim is nagyon-nagyon-nagyon sok hívvel élővel, és ezáltal chemsex-ben is érintett emberrel találkozunk, tehát nagyon sok ismeretünk van a konkrét érintettekkel kapcsolatban. Elsődleges és legfontosabb dolog, amit a legtöbb ilyen, mondjuk a pozitív szemmel találkozón a legtöbben el szoktak mondani, az, hogy az ismerkedési szokások azok iszonyatosan megváltoztak. HIV-vel élőként kifejezetten nehéz ismerkedni, abban a percben, ahogy valaki elmondja, hogy HIV-vel él, azonnal vagy letiltják az ismerkedő oldalon, vagy valamilyen toxikus beszólást kap, valahogy meg van szégyenítve, valamilyen megjegyzést kap az, aki HIV-vel él. És hát az az igazság, hogy a mindennapi életem során, ahogy én is használtam ilyen appokat, azt vettem észre, hogy egészen elképesztő toxikusság van kialakulva az ilyen jellegű appokon. És hát ugye, mivel a bennünket megkeresőktől is ezeket a visszajelzéseket láttam, ezért tavaly készítettem egy ilyen kvázi házi felmérést itt saját célra. Létrehoztam egy Grindr profilt, ami nagyjából így nézett ki, egy átlagos 30 éves, átlagos testalkatú férfi volt a profilban, stockfotókat kerestem a profilnak a létrehozásához, nagyjából annyi információ volt erről az emberről, hogy kapcsolatot keres, szeret filmeket nézni, kirándulni, összebújni a másikkal, és hát a szexben pedig még azt adtam meg, hogy uni beállítottságú, enyhén kinki irányultsággal. 58 beszélgetést folytattam. Nyilván nem töltöttem ezzel minden napomat és minden órámat, de amikor így volt időm, akkor beléptem ebbe a profilba, és egy hónap alatt 58 beszélgetésem volt ezen az applikáción. Nagyjából így néztek ki a beszélgetések. A 27 beszélgetés az úgy ért véget, hogy valamiről elkezdtünk beszélgetni, és egy pontján a beszélgetésnek a partner kilépett. Na most, ha ezt lefordítjuk a mindennapi életre, mondjuk valakivel elmegyünk randizni egy kávézóba, és az történik, hogy isszuk a kávét, éppen beszélgetünk, és mondat közben vagyunk, és a másik feláll és kisétál. Tehát, hogy el tudjuk képzelni, azt gondolom ennek köszönhetően, hogy milyen lelki megterhelést tud okozni az embernek az, hogy valakivel mondjuk valamilyen témáról beszélget, és egyik pillanatból ott hagy, mint hogyha nem is léteznél többé. Na most a beszélgetésnek 27 darabja ilyen volt. A klasszikus másik ilyen típusú dolog volt az a 25 darab, hogy valaki azzal indította a beszélgetést, hogy elküldött egy fotót a nevi szervéről. Tehát ez a biztosan nagyon sokan hallottátok már ezt a kifejezést, a dick pickelést, gyakorlatilag ez történt. 14 partner volt az, aki úgy indította a beszélgetést, hogy alapból fotót kért valamelyik intim testrészéről a profilt létrehozójának. 11-en
szégyenítették meg a profilban szereplő stockfotós férfit, a kinézete, a kora, és még sorolhatnám minden más miatt. 7 alkalommal kerestek meg úgy, hogy chemsexre hívjanak, barbek partiba hívjanak, vagy valamilyen fisztelős partiba hívjanak, vagy ezek bármilyen kombinációjába. 5 alkalommal volt egészen elképesztően toxikus a beszélgetés, tehát hogy konkrétan egy fiktív profillal voltam fent, de mégis számomra még így is lelkileg megrázó volt ezeket a beszélgetéseket végigírogatni. Tehát, hogy még így is fel kell, utána volt egy pár óra, amíg fel kellett dolgoznom némelyiket, és 4 alkalommal sikerült az 58-ból átlagos, normális, klasszikus beszélgetést folytatnom. Természetesen ezeknek az átlagos, normális, klasszikus beszélgető partnereknek egy ponton elmondtam azt, hogy ezt a profilt milyen céllal hoztam létre. Gyakorlatilag mindegyikük nagyon nagy sajnálatot fejezte ki, amiatt, hogy ez ilyen céllal hoztam létre, már csak azért is, mert örültek neki, hogy végre valakivel tudnak rendesen beszélgetni. Nagyjából így tudnám összefoglalni ezt az egészet, hogy felületesség, stigmatizálás, ítélkezés és megszégyenítés van mindenütt. Nem elég, hogy a magyar társadalomban úgy ámblokk az LMBTQI emberekkel szemben ezt tapasztaljuk, de sajnos még maguk az LMBTQI emberek is, tehát a mi kisebbségi kis csoportunk is gyakorlatilag, amit Tamás felsorolt, azt itt én most összefoglaltam, tehát gyakorlatilag ezzel szembesülünk mindenütt, minden pontján az életünknek folyamatosan. Érezd szarul magad, úgy is mondhatnánk, hogy ez egy ilyen kvázi jelszó lett ma a per pillanat a közösségünkben, és egyáltalán a világunkban is azt érzem. Érezd szarul magad, mert meleg vagy, mert budapesti vagy, vidéki vagy, feminin vagy, szaunába jársz, melegbárba jársz, gruppen izgatsz, szőrös vagy, bőrös vagy, macis vagy, fisztinget szereszed, berbeket szereted, passzív vagy, öreg vagy, nyúnyó vagy, biszex vagy, sovány vagy túlsúlyos vagy, és még azt hiszem, hogy iszonyatos mennyiségű jelző tudnék felsorolni, ami miatt az ember szégyelje magát, hogy olyan. Egyszerűen elképesztő. A híves munkámban találkoztam egy klienssel, aki azért keresett meg bennünket, mert hát ilyen csúnya szóval hívparás volt, tehát nagyon félt attól, hogy a hívet elkapja. És ennek ellenére ő egészen elképesztően profin védekezett, tehát hogy ha valakit mintapéldaként tudnék állítani az ügyben, hogy hogyan kell nem elkapni bármilyen estét vagy a hívet, akkor ő gyakorlatilag ilyen mintaként tudnám állítani, mert elmondása szerint mindig óvszert használ, minden instrukciót, amit ezzel kapcsolatban lehet, az betart, és hát amikor megkeresett bennünket, akkor ugye az volt konkrétan a kérdése, hogy ő még elkezd prepet is szedni, és hogy mi erről a véleményünk, mondjuk el, hogy van ennek a menete, hogy tudja beszerezni, stb. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban voltak kérdései. És mondom, az elmondása alapján nagyjából úgy képzeljétek el, mint a csupasz pisztolyba Frank Grebin, biztos sokaknak megvan az a jelenet, amikor egy ilyen teljes kondomba be volt öltözve, és úgy szexelt a csajjal az egyik jelenetben. Szóval nagyjából a lelki szemeim előtt így jelent meg ez a kliensünk, és még azt is elmondta, hogy prepet is fog mostantól szedni, és akkor így megkérdeztem tőle, hogy azok fényében, hogy elmondta, hogy egyébként hogy szexel is, hogy mennyire törekszik a biztonság betartására, hogy miért tartja fontosnak azt, hogy még a prepet is elkezdje szedni, és akkor gyakorlatilag egy mondatban összefoglalta, hogy mert így igazán el tudok lazulni. És azért hoztam ide ezt a történetet, mert hogy azok, amiket eddig elmondtak, így az előttem szólalók, azokra nagyjából reflektál ez a történet is, és a chemsexre is. Tehát, hogy kicsit azt érzem, hogy a chemsexel élők is nagyjából azért chemsexelnek, mert hogy így igazán el tudnak lazulni az előzőeket végig gondolva, talán nem is meglepő ez a dolog. Van egy nagyon friss kutatás, ezt tavaly novemberben tették közzé. 33 chemsexben gyakran résztvevő emberrel készült ilyen interjús kutatás, ez tavaly novemberi nagyon friss, és ott megkérdezték tőlük, hogy hát így az egész felmérés során végignézték azt, hogy milyen okai lehetnek annak, hogy chemsexet vesznek részt, és így tovább. És hát ugye a felmérés résztvevői arról számoltak be, hogy
hogy a magánnyal, az alacsony önbecsüléssel, a szexuális szégyenítéssel, a szorongás és stresszel való megküzdésükben segítette őket az, hogy ilyen tevékenységbe vettek részt. Ezen kívül, amikor rákérdeztek arra, hogy mik voltak a kiváltók, akkor elmondták azt, hogy vagy a HIV-vel kapcsolatos megbélyegzés, vagy az elhagyatottság érzése, az internalizált homofóbia, és még a kivetítésen láthatjátok, hogy minden más is közrejátszott. És hát ilyenkor azért én bennem úgy felmerül a kérdés, hogy így mindezekkel szemben, hogyha ennyi mindent felsorolunk, hogy mi a rossz a chemsexben, akkor vajon mi lehet benne a jó? És hát szerencsére ez a kutatás azt arra is rákérdezett, és nagyjából ez jött ki, hogy a résztvevők egy kellemes érzelmi állapotra hivatkoztak, hogy másokhoz való kapcsolódásuk könnyebb, nagyon könnyű volt nekik ezáltal megélni az intimitást. Tehát, hogy csupa olyan dolgokra hivatkoztak, amik gyakorlatilag per pillanat a társadalmunkban nagy hiányként léteznek, vagy nagy hiányként ismerhetőek fel. Úgyhogy ezek után nem tudok más tenni, mint hogy felteszem a kérdést, hogy meglepő, hogy a chemsex ennyire népszerű. Azt gondolom, hogy talán nem. Az, hogy mennyire népszerű, arról legutoljára Magyarországon a háttértársaság közreműködésével készült egy EMIS kutatás. Ebben nagyon-nagyon sok mindenre rákérdeztünk az MSM férfiak körében, és hát többek között a chemsexre is rákérdeztünk, és a kutatásban a 2145 válaszadóból 127-en jelezték azt, hogy ők vettek már részt chemsexben, és ezek az adatok jöttek ki, tehát hogy 3-an az elmúlt 24 órában, 20-an az elmúlt egy hétben, 19-an az elmúlt egy hónapban, 31-en az elmúlt fél évben, stb. Ez egy 5 évvel ezelőtti kutatás, 4 vagy 5 évvel ezelőtti kutatás, szóval akkor ezek voltak az adatok, azt gondolom, hogy ezt mostanra egy pár szorzóval még lehet, hogy be is lehet szorozni. És hát azt gondolom, hogy mindenképpen fontos a chemsex-szel kapcsolatban elmondani, hogy mi is a három szomorú igazsága ennek a dolognak. Ezt már többen is elmondták előttem, de ismétlés a tudás anyja. Első körben az, hogy nagyban növeli a szexuális úton terjedő fertőzések, és hát köztük a HIV kockázatát. A háttértársaság készítette egy pozitív szemmel címmel egy felmérést, ami egy ilyen interjús felmérés volt HIV-vel élők körében, és azok a HIV-vel élők, akik arról számoltak be, hogy mielőtt még pozitívként diagnosztizálták volna őket, azelőtt chemsexben vettek részt, ők nagy része arról számolt be, hogy számítottak arra, hogy mivel chemsexelnek, ezért valamilyen STI-t elkapnak, és vagy HIV-esek lesznek, tehát hogy számítottak erre a dologra, és utána viszont érdekes módon, hogy amiután HIV-vel diagnosztizálták őket, utána inkább érezték úgy, hogy kinyílt számukra a szexualitás, hogy továbbra is jártak még chemsex partiba, továbbra is részt vettek ilyen eseményeken, tehát hogy valami furcsa módon, hogy éppenséggel, hogy a szexualitásuk jobb megéléséhez járult össze hozzá, még az is, hogy megtudták, hogy most már HIV pozitívak, és kicsit felszabadulhattak az alól a nyomás alól is, hogy vajon elkapják-e majd valamelyik STI-t mondjuk ezek során, a tevékenységek során. Szóval ez az egyik nagyon fontos dolog, amit szerintem mindenképpen el kell mondani összefoglalásként. Chemsex nagyban növeli a szorongás és a depresszió kialakulásának kockázatát, azt hiszem ezt tényleg nem lehet elégszer ismételni a hozzánk forduló érintettek nagyon-nagyon-nagyon nagy számban számolnak be ezekről a hatásokról, és hát a súlyos következményeit azt meg már az előttem szólok, nagyon-nagyon ügyesen és nagyon jól összefoglalták, hát szerencsére. És hát a harmadik legfontosabb ilyen dolog még szerintem, hogy a chemsex során használt szerek azok könnyen túladagoláshoz és hát halálhoz is vezethetnek. Kapcsolatban állunk néhány Budapesten dolgozó mentőorvossal, és hát az ő elmondásuk szerint azért heti-két-heti rendszerességgel előfordul olyan, hogy ilyen partiba hívják őket ki. Tehát, hogy azért ez egy ilyen eléggé brutális történet szerintem ilyen szempontból is. És hát, hogy mit tehetünk?
néhány dolgot így felírtam, a segítő szolgáltatások körének a bővítésére arra szerintem mindenképpen szükség lenne. Péterrel már korábban beszélgettünk egy ilyen segélytelefonszerű dolognak a működéséről, ami nagyon-nagyon jó lenne létrehozni, tehát ez kifejezetten ilyen droghasználók által hívható segélyvonal lenne, és hogyha ebbe a chemsex-et is valahogy sikerülne bekapcsolni, az nagyon-nagyon jó lenne, szerintem ez egy ilyen hiánypótló történet, és van néhány külföldi példa arra, hogy én ezt most itt ilyen furcsa módon józan résztvevőnek neveztem el, de hogy hallottam olyan chemsex party szervező emberekről, akik kifejezetten úgy szervezik a partit, hogy mindig van a partin valaki, aki úgy vesz részt rajta, hogy nem fogyaszt semmilyen szert. Tehát vigyáz a többiekre, figyel arra, hogy nem tudom, igyanak elég vizet, hogy legyen valaki ott, aki úgy az egész folyamatot gyakorlatilag itt egy ilyen külső szemlélő, vagy nem tudom, egy ilyen vigyázó ember felügyel, és lehet, hogy egy ilyen programnak az elindítása az olyan szempontból jó lenne, hogy egy kvázi ilyen peer segítő programként, vagy legalább csak elmondani, hogy van egy ilyen ötlet, van ilyen lehetőség, tehát hogy akár ezzel is lehetne élni. Most ezt a négyet írtam fel, de időközben még mondjuk eszembe jutott olyasmi is, hogy ideje lenne Magyarországon a PrEP-et bevezetni, és mondjuk ennek köszönhetően azok, akik chemsexben kockázatot vállalnak, hogy megfertőződjenek HIV-vel, azok mondjuk legalább ennek a kockázatnak már nem lennének kitéve, hogyha könnyebben elérhető lenne mondjuk a PrEP Magyarországon. Ha valakinek a PrEP, akár a PrEP témában is, de a HIV témában, vagy chemsex témában bármilyen kérdése, vagy segítségre van szüksége, akkor az most gyorsan csináljon egy screenshotot a képernyőről, itt van néhány telefonszám, meg a szolgáltatásaim elérhetősége, és egyébként pedig engem nyugodtan keressen meg bárki, akinek kérdése van, és köszönöm szépen a figyelmet, igyekeztem gyors lenni, hogy még valamennyire behozzak az időből.